Sziasztok, én Elizabeth Smith vagyok, és köszöntelek titeket itt újra a Gardróbomban. A mai videóban a magas sarkú viselés rejtelmeibe szeretnél titeket beadni, így ha érdekel a téma, akkor tartsatok velem. Követik a blogot, azoknak nem lehet újdonság, hogy a magas sarkuk az évek alatt a végegyenlővé váltak. Így nem csak az outfitjeimben kapnak főszerepet, de a mindennapjaim során is. Nagyon kevés hely van, ahova nem ezekben a lábbelékben érkezem, és mint láthatjátok, egy hatalmas kollekciót is sikerült összegyűjtenem az évek során. Jelenleg olyan 110 párral rendelkezem. Tényleg így nem tudom. Cukorpuffim, ne szóta, igen, ott van. Kaptunk egy kis segítséget. Magas sarkuk iránti szenvedélyem egészen az általános iskoláig nyúlik vissza, hiszen olyan 7 éves lehettem, amikor az első magas sarkumat megkaptam. Persze ezek még nem voltak olyan magasak, hiszen csak pár centisek voltak, de ezek után az összes suli buliba ezekben a cipőkben érkeztem. Azóta ez a szenvedély nem hanyatlott. Az évek alatt rengeteg tapasztalattal gyarapodtam a téren, ezért úgy döntöttem, hogy titeket is beavatlak a magas sarkú viselés rejtelmeibe. Ezért elhoztam pár tippet és jó tanácsot, hogy hogyan is tudjátok ezeket a darabokat beépíteni a mindennapjaitokba, vagy hogyan is tudjátok megkönnyíteni ezeknek a magas sarkuknak a viselését. A videó nem csak azoknak szól, akik szeretik a magas sarkút, hanem azoknak is, akik szeretnének ilyen darabokat hordani, de eddig nem tudták, hogy melyikre essen a választásuk, és melyikeket tudják legkönnyebben beépíteni a mindennapjaikba. A világon rengeteg fajta magas sarkú áll a rendelkezésünkre, melyek közül nekünk csak ki kell választani azokat a sarokmagasságokat, melyeket könnyen be tudunk építeni a mindennapokba. Az egyik legkényelmesebb magas sarkú fajta a teli talpú, hiszen ebben az esetben a testsúly végig eloszlik, így nem csak a sarkakra és a lábujjakra helyeződik. Viszont nagy veszélye, hogy könnyen kibicsakolhat benne a lábunk, így vigyáznunk kell vele. A második egyben legpraktikusabb darab a platform magas sarkú, ami az egyik legcsinosabb darab a magas sarkuk között. A sarok magassága senkit se rémiszte meg, hiszen a platform miatt a sarok magasság lecsökken, így egy törpe sarkúval egyenlő. A harmadik legkényelmesebb darab a törpe sarkú. Ebben az esetben a sarok kisebb, mint a megszokott, így azok is tudják hordani, akik nem szoktak hozzá magas sarkú viseléséhez. Negyedik fajtának magas sarkú papucsot hoztam el nektek, mely bár magas, de a kialakítása miatt mégis kényelmes darab. Így nyáron egy nyári ruhával kiegészítve tökéletes viselet lehet. Utolsóként pedig jöjjön a klasszikus tűsarkú, mely bármely elegáns vagy egyszerű szettet fel tud dobni, és nőiesebbé tud varázsolni. A magas sarkú viselés rengeteg pozitívummal jár, hiszen a magas sarkak olyan testhelyzetbe kényszerítik a testet, amiben a vádli és a comb megfeszül, a fenék felemelkedik, a hát kiegyenesedik, ezáltal egy nőies és kecses vonalat kialakítva a testen. Ahhoz, hogy ilyen gyönyörű darabokba tudjunk járni, gyakorlás szükséges, hiszen senki se úgy születik, hogy magas sarkuban tud járni, ezért minél többet gyakorlunk, annál könnyebben fogunk tudni ezekben járni. A szépségért meg kell szenvedni, ez az egyik kedvenc mondásom. A női lét egyik feltétele, hogy néha ezekben magas sarkukba kell kényszerettene a lábainkat. A fájdalom sosem fog elmúlni, hiszen a magas sarkut nem azért találták ki, hogy kényelmesek legyenek. Ezért gyakorolnunk kell. Minél többet gyakorlunk, annál tovább tudjuk bírni a fájdalmat. Így lesz, hogy már több óráig táncolunk, mégsem tudatosul bennünk a fájdalom. A magas sarkuk egyik legnagyobb előnye, hogy tökéletes kiegészítők. Bármely udanas szettet fel tudunk dobni egy extra darabbal. Féljünk mintás vagy színes darabokat választani, hiszen mint a ruhák esetében is, ezekkel is kifejezhetjük személyiségünket vagy ízlésünket. A férfiak többsége nagyon szereti a magas sarkut, hiszen hihetetlen nőies darab, és kiemeli a nők domborulatait. Viszont vannak, akik nem szeretik. Ezért, hogyha szeretnél a párod mellett magas sarkut viselni, akkor előbb kérdezd meg, hogy ő melyikbe tartozik. Hiszen lehet, hogy nem szeretné, hogy magas sarkuba tipelj mellette egy randevún, vagy épp ellenkezőleg szeretné, hogy néha egy-egy ilyen darabban lépkedj mellette.
mindig legyen nálunk váltócipő. Bármennyire is sokat hordok magas sarkút, nálam mindig van egy papucs vagy egy babacipő, amire leválthatom a magas sarkút. Hiszen hazafele a tömegközlekedésen vagy a séta közben nem szoktam magas sarkúbat végigtipedni a városon. Mindig ott van nálam, így bármikor átcserélhetem. Így nem kell végigszenvednem az utat. Legyünk tisztában az öltözködési szabályokkal, hiszen vannak olyan események, amikre elengedhetetlen a magas sarkú viselése, és vannak, amikor nem szabad fölvennünk ezeket a darabokat. Hiszen egy galéria megnyitóra nem szabadna egy slampos csizmában érkeznünk, viszont kiránduláshoz se vehet fel magas sarkút. Sajnos a magas sarkúk esetében nagyon is fontos a zár, hiszen bármennyire is csodás darabok vannak a kínaiban, ezekben nem fogunk tudni két lépésnél többet tenni. Hogyha drágább darabot választunk, akkor viszont az anyaguk és kidolgozásuk miatt sokkal kényelmesebbek, és sokkal több ideig fogjuk tudni őket használni. Mint már említettem, a magas sarkuk viselése esetében a fájdalmat nem kerülhetjük el. Viszont van, amikor ezek a magas sarkuk kisebbzik a bőrünket. Ezt viszont könnyen megelőzhetjük. Manapság már rengeteg termék van arra, hogy megvédje a bőrünket ezektől a sérülésektől, valamint a vízfoglyagok kialakulásától. Bármilyen nehéz és fájdalmas ezekben a darabokban járni, sose felejtsük el, hogy milyen nőiességet és eleganciát tudnak kölcsönözni bármelyik szetnek. Remélem tudtam nektek segíteni pár dologban. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Ha nem szeretnétek lemaradni hasonló tartalmakról, akkor nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek a következő videókról. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok! Most komolyan itt leszel végig? És csak nem akar elmenni. Nagyon kevés hely van, ahol nem ezekben a lábbelékben érkezem. És mit lát egy kátyú? Lát egy kátyú? Veszem, már megvolt akkor. Volt még valami? Faszom. Elköszönés, meg volt. Valami? Még valami? Utolsó.